valamint nagy tisztelettel köszöntöm Mátyus Károly urat, a MAKOSZ alelnökét és a Makony Fotóklub elnökét, akinek természetesen nagyon nagy szerepe van abban, hogy ez a fotóklub ez évtizedek óta ilyen fantasztikusan működik. Felkérem Mátyus urat, hogy ő mondja el a köszöntőjét. Jó estét kívánok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai rendezvényünkön. Külön köszöntöm én is Blányi Mária asszonyt, a polgármesterünket és Horváth Imre barátomat, MAKOSZ elnökét. 1961 volt az az év, amikor 12 ember úgy gondolta, hogy valamit máshogy, másképpen kellene tenni, és tulajdonképpen akkor ők alapították a Makony Fotóklubot. Korábban nagyon sok, abban az időben nagyon sok fotóklub jött létre, köszönhető annak idején munkáját végző Réti Pálnak. Nagyon sokan felnőttek a Makony Fotóklub szárnyai alatt és tanultak meg fotózni. Én arra kérném a tisztelt jelenlevőket, hogy azokra a fotós barátainkra, akik már nem lehetnek velünk, egy perces megállással emlékezzünk. Köszönöm szépen, és folytatnám gondolataimat. 1961-nél jártunk, és ennek a 12 embernek a munkájának, a 12 ember munkájának köszönhető tulajdonképpen az, hogy hihetetlen nagy érdeklődés mutatkozott a fotózás iránt. Nagyon sok előadás volt abban az időben, és hát jöttek a kuttalók, és folyamatosan dolgoztak. Jó magam 2000-től ismerem a klubnak a történetét személyesen, mert azóta vagyok futtag, és én inkább ezekről az időkről tudok megemlékezni, illetve visszagondolni. Lényeg az, hogy folyamatosan pályáztunk. Emlékszem annak idején, mikor bejöttem a klubba, Pár Tibor szanálta a képeimet, hogy ilyen pályázat, olyan pályázat, és igaza volt, elfogadták, illetve nyerők lettek a képeim. És mindenki dolgozott, mindenki tette a dolgát, és jöttek az eredmények. Aki egy kis időt szentel, az asztalon látható pakettekre, ez az elmúlt 12 évnek az eredménye, amit szeretnénk itt közé tenni, bemutatni. Azóta is folyamatosan működik a klub. 2019 volt az az év, amikor a legeredményesebb volt a tevékenységünk, rengeteg díjjal, elismeréssel jutalmazták a munkánkat. Nagyon nagy reményekkel indultunk neki a elkövetkezendő éveknek. Ugye itt a kulturális főváros projekt, ami minket nagyon motivált, illetve hát az összes többi olyan hazai nemzetközi pályázat, ami egy fotósnak felkelti az érdeklődését. Hát nagyon jól tudja mindenki, hogy azért a pandémia az mindent és mindenkit visszafogott. Most kezdtünk újból éledezni. Volt időszak, amikor tulajdonképpen a házba sem jöhettünk be, teljesen érthető volt. Annak azért nagyon örülök, hogy a klubtagságot olyan mélységben nem érintette ez a válság, fertőzés, hogy nem vesztettünk el senkit. Remélem, hogy a jövőben is ez így lesz. Az eredményeinkről annyit, a legfrissebb hírem az, ezt még a klubtagok sem tudják, tegnap kaptam a szerzőtől az értesítést. Van itt egy kép mögöttem, ez a Harhita című kép, Ladányi Tamásnak a munkája. Köszöntelek! Az Amerikai Egyesült Államokban, Washingtonban a Nemzeti Múzeum tárlatába beválasztották Tamásnak a képét, és egy évig lesz látható a kiállított képek társaságában. Gratulálok, mert ilyen mostanában még nem volt. És a sok-sok kép között azért megemlítenék még két régi fotót. Az egyikről a legkisebb kép a középső falon, annyit, hogy ő volt az első, Imre, egy picit,
Első klubvezetőnk Szabó Ferenc, és archívumba őrizzük a képét. A másik pedig az első olyan fotó, ami igazán sikerrel szerepelt pályázatokon. Már korábban is, mint ahogy a Bakony Fotóklub megalakult, szerzője dr. Timár Károly Kecskeméten 1957-ben nyerte ezzel a képpel díjat. Majd utána a Bakony Fotóklub színeiben több eredményt, sikeres pályázaton vett részt. Én úgy érzem, hogy ez a kép megállja most is a helyét a fotópályázatoknak a sorában. Úgyhogy ennyit így röviden a képekről, kiállításról, még annyit, hogy az elmúlt 5 évnek a termését láthatják itt a tárlókon. Ahhoz, hogy ezek a képek így láthatóvá legyenek, illetve az alkotó munkát tudjuk végezni a Veszprémben, az Agóra kereteik belül, szeretnék köszönetet mondani a Agórának, mert kevés ilyen intézmény van az országban, ahol tényleg minden lehetőség biztosított a nyugodt, békés alkotó munkára. Nem tudom, hogy van-e valakinek az országban még hagyományos fotolaborja. Nekünk van és dolgozunk, van olyan tagunk, aki kimondott archaikus technikával foglalkozik. Van kiállító helyünk, ugye itt a fő kiállított tér vagy az épületnek a többi része. Össze tudunk jönni klubterembe, nem kell külön bérleti díjat fizetni, mint sok másoknak. Én úgy érzem, hogy ez olyan for nekünk, amiért sokan irigyek. És nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani a városnak is, mert eddig bármikor, bármivel fordultunk a város vezetéséhez, mindenhol mellettünk voltak és támogattak bennünket. De nagyon szépen köszönöm, ezekkel a gondolatokkal szerettem volna köszönteni a jelenlőket, és most visszaadnám Morsinak a szót, hogy folytassuk tovább a megnyitókat. Radlón idézetet citálnak elő a Smajk így tűnődöm című versből. Éltem, de élni mindig élhettem volna, és előre tudtam, eltemetnek végül itt. S hogy évről év rakódik, rögre rög és kőre kő, hogy lenne a test megállod és a férges hűsütérben fázik, majd a csont is mesztene, hogy fenn a művemen motoz a súrogó idő, s mélyebbre süppedek le majd a föld alatt, mint tudtam én. De mond, a mű az megmaradt? Azt gondolom, hogy ez a kérdéshez, akár ha itt körbenézünk is, megfogalmazhatóthat bennünk, mert valódi alkotásokkal találkozhatunk, hogy a fotóklub munkásságára gondolunk. Ez nagyon nagy dolog, mert bármelyikünk zsemében van okos telefon, és képek során tudjuk mutogatni egymásnak. Szinte gondolkodás nélkül rögzítünk pillanatokat, örökítünk meg magunk számára. És amilyen képeket most mi látunk, ez egy egészen más minőség, ez egy más millió, ezek alkotások, ezek műtárgyak. Itt nem csak egy pillanat kivetítése történik meg, hanem az alkotói gondolaton keresztül más szemén át látunk, és üzeneteket kapunk, és a pillanat megidézésén túl művekkel, alkotásokkal, gondolatokkal leszünk gazdagabbak. És ez azért nagyon fontos, mert ezt egy tulajdonképpen, remélem nem veszik rossz néven, de egy civil közösség tagjai hozzák létre, akik 60 éveben a városban a saját kedvelésük, hobbiuk kapcsán lesznek társak, lesznek partnerek, barátok, erősítik egymást az alkotás folyamatában, és minden bizonnyal ösztönzik egymást arra, hogy jobbnál jobb technikával, vagy újabbnál újabb kísérletek által valamit alkossanak. És az elkészülő munkák, felvételek, amikor kikerülnek közénk, akkor lesznek közkincsé. És ez különösen fontos azért, mert nem csak saját maguknak készítenek fotókat, készítenek lenyomatokat,
hanem gazdagabbá teszik a tágabb közösségüket azáltal, hogy megismertetik ezt a világlátást. És azt gondolom, hogy, ez külön öröm számomra, hogy ezt egy városi intézmény évtizedek óta tudja segíteni, és még nagyobb öröm, hogyha a város vezetése, a város önkormányzata ezt még egyéb módon tovább tudja gazdagítani és segíteni, mert ezek a folyamatok, ezek az alkotó pillanatok tesznek minket gazdagabbá. És ez a kulturális gazdagság, ami bennünket természetszerűleg fog közre, mert bármerre nézek, bármilyen művészeti ágban megnyíló kiállításon állnánk most, azt gondolom, hogy, ugyanúgy nagyon magas minőséggel találkozunk, a város magas minőségű képviseletével, mert amikor ezek a képek elkerülnek a város falaiból, a város határán kívülre jutnak, nem csak a szerzőnek hoznak dicsőséget, hanem nekünk is. Mert ő általuk mi is részesülünk, osztozunk ebben a dicsőségben. És ezért nem lehetünk kellően hálásak, és ezzel a hálánkat talán úgy tudjuk legjobban kifejezni, ha további munkára ösztönözzük az alkotókat, és abban bízunk, hogy az a segítség, amit mi tudunk adni, ez őket újabb és újabb inspirációra fogja készíteni, és újabb munkákat fognak létrehozni. Egy ilyen ösztönzés, vagy egy ilyen hála kifejezése volt az a Gizella díj, amiről a Veszprém város önkormányzata idén tavasszal a májusi, sőt, tehát az áprilisi közgyűlésen döntött, és hagyomány szerint ez Gizella napon szoktunk átadni, de a világjárványnak eredményeképpen ezt egy viszonylag szerény módon tudtuk a fotóklub részére átadni, úgyhogy engedjék meg, hogy ezt az átadási ceremóniát most a nyilvánosságot kihasználva megismételhessük. És ezután Veszprém város önkormányzata nevében a nyilvánosság előtt is át tudom adni a jelenséget. A Gizella díjat hagyományosan évente három Gizella díjat ad Veszprém város önkormányzata, kiemelkedő művészeti és alkotó tevékenységgel is el lehet egy ilyen díjat írni. Ez a város egyik legrangosabb kitüntetése, művészeti területen a legmagasabb. És én azt gondolom, hogy ugye a klubtagság eredményességének azért egyik meghatározója is, és zálogat zelnök úr, aki hosszú évek óta nem csak szakmailag irányítja a tagtársak munkáját, vagy segíti, hanem ezeknek a nagy közönség elé való minél szélesebb körű eljutását is évek óta szorgalmazza és segíti. Én szeretnék neki személy szerint is köszönetet mondani, és további erőt, egészséget kívánni ahhoz, hogy ezt a munkát még jó sokáig tudja irányítani. És azt gondolom, hogy annál nagyobb öröm nem lehet, mint hogyha minden évben újabb és újabb tárlatra tudunk összeülni, és ezáltal tudunk mindannyian lélekben gazdagabbak lenni. Ez itt a világjárvány másfél éves időszaka után, azt gondolom, most egy picit ilyen nyugalmi időszakban vagyunk, nem tudom, hogy ez meddig fog tartani, de én kívánom mindenkinek, hogy most öltekezzünk föl kulturális élményekkel, hogyha szűkebb esztendők jönnek, akkor legyen milyen emlékekhez visszanyúlni, és mire tudjunk emlékezni, hogyha azt szeretnénk, hogy a lelkünk egy kicsit melegséggel legyen tele. Úgyhogy én kívánom mindenkinek, aki még nem látta, de amíg nyitva van a kiállítás, hogy tekintse meg, mindenféle tárgyból vannak felvételek, természetfotótól, az portrén keresztül, a városfotónál. Azt gondolom, nincs olyan ember, aki ne találnak.
el félrevalót. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!